Borsik János, Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, elnök úr, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Fidesz újraindított 5 mellékvonalat, amikor kormányra került, ennek nagyon örültek akkoriban. Most úgy néz ki, hogy nem 5-öt fog leállítani, hanem gyakorlatilag akár több százat. Ehhez most mit szólnak? 414 vonatot jelentett be az államtitkár március 9-én azzal, hogy április 15-én már ez szerint a menetrend szerint kellene, hogy közlekedjenek a vonatok. Na, tehát erre föl kell készülni, tárgyalások nem voltak, mint ahogy a személyszállításról szóló törvény esetén se voltak. Általában a kormányok ígérnek valamit, félig meddig megcsinálják, mondjuk az nem volt baj, hogy nem szüntették meg teljes mértékben a mellékvonalakat, aztán abba hagyják. Valamikor... De most nem, hogy abba hagyták, most visszafordulnak. Most visszafordulnak. Tehát az, hogy tehát szó nem... sincs vasúti vonalbezárásról, mondja Völner Pál Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, és közben meg 414 vonat áll le. Jó, a kormány mindenféle közleményeit azért ugye szakszervezeti emberként fenntartással szoktuk kezelni. Minden kormányi? Nem teljesen mindegy, de óvatosnak kell lenni még akkor is, hogyha normálisak és rendezettek a munkahelyi kapcsolatok, mint ahogy most nem azok. Nem gondolom, hogy betartotta volna az ígéretét a jelenlegi kormány, mikor ellenzékben volt, hogy megindítja a forgalmat a megszüntetett mellékvonalakon. Néhányan, ahogy ön is említette, valóban megindította. Most a járat ritkítások eredményeként, ha arra játszanak, hogy bebizonyítsák, hogy alacsony kihasználtságú, és tulajdonképpen nem érdemes fenntartani, akkor olyan nagyon nagy meglepetés nem érhet bennünket. De a lényeg a következő, hogy egyrészt pont azokban a kistérségekben, a hátrányos helyzetű több mint 20, aztán 24 kistérséget mértek így, romlanak az utazás feltételei, ilyen munkaügyi helyzet miatt, tehát ilyen munkaerőpiaci helyzetben, ilyen kiszolgáltatott helyzetben, másfelől pedig hát nyilván a vasútnál működő szakszervezetek erősek és felkészültek, és elkezdődnek azok a tárgyalások majd, amiben megpróbálnak ebben közben járni. Az előző időszakban, ahogy azt mondani szokás manapság a kormány oldalra az elmúlt 8 évben. Igen. Az embernek az az érzése alakult ki, hogy ön vagy a szakszervezete gyakorlatilag a Fidesz támogatója, vagy legalábbis a kormányváltás támogatója, mert hogy rendszeresen ugye a Gyurcsány majd a Bajnai kormánnyal szemben léptek fel. Ehhez képest az embernek nyilván volt egy olyan elképzelése, és ennek ígéretei vannak Orbán Viktortól, vagy kormányzati, jövendőbeli kormányzati szereplőktől, hogy hogyan lesz ez majd, ha ők kormányra kerülnek. Lehet, hogy összekever valakivel, mert nekem nem voltak ilyen tapasztalataim, és semmiféle ilyen helyzetben nem voltam. Valószínűleg arról van szó, hogy az ő kormányzásuk idején is voltak konfliktusok, hiszen hát és nagy megmozdulásokat szerveztek. Persze, de akkor, amikor még ott dolgoztam a hozzávezetők szakszervezeténél, ügyvezető alelnökként, minden sztrájknak volt eleje, közepe, vége, eredménye, ja, és minden sztrájk jogszerű volt. Azt gondolom, hogy nagyon erős, fegyelmezett, jó csapat a mozdonyvezetőké, és a többi szakszervezet is felkészült erre. Hát van, aki nem ezt az utat járja, de azt talán nem kell most megvitatni. De nem voltak ígéretek, hogy mit csinálnak a MÁV-val, hogy alakul át a vasúti közlekedés, hogy hogyan szervezik át a személyszállítást, a államtitkár úr egykori közlekedési miniszter, azt hiszem 98 és 2002 között ő volt a közlekedési miniszter. Ellenzékben valóban sokat ígért, de hát ezek ellenzékben, hogy mondjam, szinte természetesek. Azt, hogy mit valósítanak meg belőle, azt meg az emberek fogják látni helyi szinten, és nyilván a vasutas társadalom. Hát Fónagy János például azt mondta, hogy a közösségi közlekedés közszolgáltatás és nem gazdaságossági vállalati kérdés. Az állam nem kegyet gyakorol, amikor működteti a vasutat, és senki nem hatalmazta fel a kormányt, mondta az akkori a Gyurcsány kormányra, hogy a vidéken élő emberek alapvető életfeltételéhez tartozó szárnyvonalakat mondva csinált okokkal korlátozza. Vajon a mai kormány felhatalmazta erre valaki? Ha meghívja és megkérdezi tőle, hogy ugyanezeket a mondatokat vállalja, tényleg kíváncsiak lehetnek az emberek a válaszra. Hát emlékszik-e még ezekre a mondatokra egyáltalán? Biztos, hogy emlékszik, mert minden kormány nekifut ennek a dolognak, de miután Magyarországon nincs egy társadalmilag támogatott közlekedéspolitikai koncepció, hiszen itt tranzitországról van szó, teheráruforgalomról, stb. Tehát egyszer végig kellene tisztességesen gondolni, és végig vitatni ezt a helyzetet, és a különböző közlekedési alágazatok szerepét meghatározni. Ez szolgáltatás,
vasút nélkül nem működik az ország. Na de most akkor mi lesz? Hogy ennek súlyos következmények. Ugye itt arról beszélnek, hogy egyrészt térségek maradnak rendes közlekedési ellátás nélkül, másrészt családok munkanélkül, mert hát, ha 414 vonatot leállít a MÁV, akkor nyilván ez azt is jelenti, hogy egy csomó ember munkájára nem lesz szükség. Ellentételezésként a kormány azt várja, hogy ha jól emlékszem a számra, 8 milliárd forintos megtakarítás keletkezik majd. Semmiféle megtakarítás nem fog keletkezni, most mondom, mert amikor a mellékvonalak egy jelentős részét bezárták, akkor se tudtak realizálni megtakarítást. Tehát úgy gondolom, hogy ez inkább magyarázat arra, hogy egy kevésbé átgondolt és szakmailag nem végig beszélt, végig vitatott, és nyilván az érdekképviseletekkel sem tárgyaltak ezekről a dolgokról. Nem lehet ilyen elkapkodva, aztán utána nyúlni a dolognak. Tehát a kormány részére nem ez az elsője, hogy valamit eldöntenek, aztán korrigálnak. Azt lehetett olvasni, Békés megyében, talán Csongrád megyében is valamiféle tüntetésekre készülnek a településeken, hogy aztán ebből mi lesz, az majd kiderül, de készül-e bármire a szakszervezet? A szakszervezetek tárgyalásra készülnek. Részint ugye... De van kivel? Mával. Hát ugye bejelentettek döntéseket. Erről még most akkor elkezdődnek tárgyalások? Feltétlenül. Feltétlenül. Tudnék, nem lehet azt megtenni, hogy bejelent a kormány valamit, és arra az a válasz, hogy na most akkor nem, és izét, és keményünk tárgyalni kell. A tárgyalásoknak körülbelül 3 fázisa van, amiben meg lehet állapodni, amiről érdemes tárgyalni, és kicsapódnak azok a kemény pontok, ahol esetleg konfliktusok lesznek. Hiszen fontos a foglalkoztatás biztonság, fontos az, hogy az emberek kiszámítható életet éljenek ezekben a térségekben. A sztrájkra készülnek? Erre én már nem szabad, hogy válaszoljak, én már nem dolgozom ott a mozdonyvezetőknél. Hát a sztrájk lehetősége mindig benne van, ahogy a kormány módosítatta a törvényhozással a sztrájk törvényt, ez nem olyan egyszerű dolog, de ad abszurdum egyáltalán nem lehet kizárni. Ez egy alapvető fegyver, és el fogják tudni dönteni a szakszervezetek akkor, amikor a tárgyalások úgy néz ki, hogy elakadhatnak. Mit gondol az emberek? Tudják, hogy az ő térségükben milyen vonatokat akarnak leállítani? Most nézek egy listát. Tudják. Egészen fura, tehát a Budapest-Székesfehérvár Szombathely vonalon 18 korrekt a szám, vonatot is akarnak leállítani. Tehát nem is értem, de hát olyan Budapest-Szegléd-Szolnok, meg Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza zárom, tehát ezek olyan vonalak, ahol gyakorlatilag szinte éjjel nappal van közlekedés. Annyira tudják, hogy Mezőegyesről telefonáltak nekem is, hogy most már csináljunk valamit, mert az, hogy Mezőhegyes és Batonya között naponta 2 pár vonat közlekedik, az ugye elég érdekes helyzeteket ugye alakít ki. A 2 pár az azt jelenti, hogy reggel elmegy egy oda-vissza, meg délután elmegy Korrekt. Egy oda-vissza. Így van, így van. A másik, hogy a regionális közlekedési koncepcióban megint meg fogják kínálni az önkormányzatokat azzal, hogy a mellékvonalak üzemeltetésénél szálljanak be. Van ilyen tervezet, korábban is volt ilyen tervezet, de az önkormányzatok alapos, hogy mondjam, forrásbősége nem valószínű, hogy lehetővé teszi ezeknek a költségeknek az átvállalását. Tehát summa summarum nem lehet döntéseket úgy hozni, hogy ne beszéljék meg a társadalommal, az adott munkavállalói csoportokkal, és hát nem látja, szabad ígérgetni. Meg lehet tenni, csak ez rossz folyamat. Most jó munkát kívánok a tárgyalásokhoz. Kicsit veszett fejszenyele, de menjenek utána, hát ha utolérik. Sokszor van ilyen, és akkor is muszáj tárgyalni, és muszáj követelni. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm.